Tavon van egy magas eperfa. Szőke kislány vizet merít alatta. Állj meg, kislány, szőke kislány, állj meg, ha lehet. Hozzál a tüzérnek egy pohár vízet. Petrecs Sándor az én nagypapám volt, és ebben a faluban ő köztiszteletnek örvendő presbiter volt, a közéletben mindig szerepet vállalt, és az alapítványunknak is ez a célja, hogy a település közéletében, kulturális életében, egyházi életében szerepet vállaljon, és például ehhez hasonló rendezvények tartásával. Miért pont most nyár közepére esett az első világháborúról szóló konferencia, és itt rögtön hozzá is fűzöm, hogy az ország három legnevesebb történészét sikerült megnyerni előadónak. Ez így igaz, ők ebben a témában mindenképpen ország három leghíresebb történésze. A 30-ai dátumot pedig az indokolja, hogy július 28-án került sor 2014-ben az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetére Szerbia ellen, erre az évfordulóra, ami ugyan nem egy kerek évforduló, de erre kívántunk emlékezni. Hogy sikerült, milyen előadásokat hallhatott az egybegyűlt közönség, és szakmai közönség volt inkább, vagy úgymond civilek? Igen, előadásunkat a első világháborús centenáriumi emlékbizottság támogatásával tudtuk megvalósítani ezen a színvonalon. A témánk az értelemszerűen az első világháború volt, annak kitörésének okai, a Magyarország az első világháborúban, illetve ennek következményei, amit talán egy szóval lehetne Trianonként összefoglalni. A közönség pedig teljes mértékben nem mondanám őket szakmai jellegű, szakmai közönségnek, hanem a településről, illetve a szomszéd településekről érkezett érdeklődők, értelmiségiek voltak jelen. Az az igazság, hogy egyik pátyon nem volt jellemző az első világháborús megemlékezés. Tudomásom szerint ez volt az első, és szeretnénk, hogy ez hagyományt teremtsen. Természetesen Trianon megemlékezéseket az önkormányzat szervez, és valamilyen szinten az erről szól, ott is ezekről a hősökről, illetve a területveszteségről emlékezünk. Meg szeretnénk, hogyha a pátyi hősökről való megemlékezés minden évben megtörténhetne. Én azt gondolom, hogy a teljes 20. század még feldolgozásra, illetve átértelmezésre, értelmezésre vár. Szerintem az első világháborútól, és különösen Trianontól nem vagyunk olyan messze, és ráadásul nem vagyunk hatásaitól függetlenek, hogy ezt teljesen exakt módon tudjuk értelmezni. Én ezért is örülök annak, hogy nem csak egyféle gondolkodásmódú történész jött el, hanem legalább kettő szempont, nézőpontból hallhattunk ezekről a témákról. Azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy mindenki feldolgozza, átgondolja, értelmezze ezt a kort, ami bizony még erre rászorul. Az első világháború kapcsán már a 20-as évek elejétől óriási szakirodalom keletkezett, főleg a nagyhatalmaknál, de Magyarországon is. Hát itt most fél órán keresztül sorolhatnám főleg a hadtörténészek neveit, de hát Hóman Bálint, Szegfi Gyula és a többi nagy történészeink is írtak erről. Aztán a második világháború, tehát 1945, a felszabadulás, hogy én hosszúval szoktam mondani, után, amikor a marxista történetírás hatolt be az állami egyetemekre és a Magyar Tudományos Akadémiára, akkor annyira nem volt szokás erről a dologról beszélni, mert ugye a háború végén volt a tanácsköztársaság, és mint híres forradalmi évforduló a tanácsköztársaságról írtak Hajdú Tibor és mások viszonylag komoly, de hát marxista szemléletű monográfiákat. A Kádár korszak vége felé például Galántai József és más történészek kezdtek írni az első világháborúról. Az első komoly monográfiát az Galántai József írta, akinek a könyvét többször modernizálva is kiadták, azonban még mindig nincs sok minden földerítve. Például csak egy-két témát mondjak, a háború okozói. Ugye Németországban azt mondják, hogy a franciák robbantották ki a háborút. Franciaországban azt mondják, amit sokan most Magyarországon az akadémián, hogy a német imperializmus robbantotta ki. Tehát az a helyzet, hogy ezek föltárásra váló kérdések. Például Tisza István gróf szerepe az első világháborúban, mert azt, ugye azt mondják Bukarestbe, hogy ő robbantotta ki, ami nem felel meg az igazságra. Úgyhogy van még mit csinálni. Szenvedtem én, szőke kislány, de még szenvedek. Adj egy csókot utoljára, ha lehet. Tatárhágon van egy magas eperfa. Honvéd tüzér halva fekszik alatta. Bajtársai fényes karddal ássák a sírját. Oda-haza kes
szervesen siratják. Baj társai, fényes karddal ássák a sírját, oda-haza keservesen siratják.